kultúránk kincsei. Jön a Magyar Nyelv napja, és épp ezért most nem az Anyanyelvünk szépségei című blokkunkba tettük be azt a sok tudnivalót, amit éppen nyelvünkről szeretnénk elmondani, hanem egyszerűen most úgy tekintjük, hogy a magyar kultúra kincse a magyar nyelv. Nagy örömömre szolgál, hogy Juhász Judit, az Anyanyelvápolók elnöke, eljött hozzánk, és segít elmondani mindazt, amit ebben a nehéz évben alig-alig kapunk meg információként. Köszönjük, hogy itt vagy. Én köszönöm a meghívást. Régóta ismerjük egymást, engedjék meg, hogy tegeződünk. És akkor először, ha már én azt mondtam, hogy itt a magyar nyelv napja, mondjuk el, hogy mikor is van, miért is van. November 13-án lenne a gyönyörű gála műsorunk a Pesti Vigadóban, amely már szinte hagyomány. Én hozzám is járnak, de nem minden este, szolgál az én szív szerető nemzeti seregbe, szolgál az én szív szerető a magyar seregbe. Én azt megveszem, ezen a napon adjuk át a Kazinczy díjat, a Lőrincze Lajos díjat. Ezen a napon emlékezünk meg Maróti Istvánról, aki az Anyanyelvápolók Szövetségének több mint 20 éven át főtitkára volt, és azt is mondhatnám, hogy a mindenese. A versenyek szervezésétől kezdve a lapkiadásig minden az ő vállán volt. Nos, tehát 10. alkalommal most csak beszélünk róla, és remélem, hogy jó néhány médiumban és televízióban, labban megemlékeznek majd erről a napról. 1844-ben a Magyarországgyűlés nagyon sok harc után végre elérte, hogy hivatalossá lehetett a magyar nyelv a némettel szemben. Ez valóban a reformkor egyik fényes csillagát jelentette az ott élők, az akkor élők számára, és nagy örömünkre éppen az Anyanyelvápolók Szövetségének az ösztönzésére és szelíd harcai révén sikerült elérni, hogy a Magyarországgyűlés 10 évvel ezelőtt 100%-os igennel megszavazta, hogy ünnepeljük meg ezt a bizonyos 1844-es csodálatos határozatot, és legyen minden évben november 13-án középpontba állítva, fénybe állítva a magyar nyelv, annak az értékei, annak a tudatos használatának a felismerése, nem magától értetődő, hogy miénk ez a nyelv. Az őseink megharcoltak érte, vérüket is adták, ahogyan egy kicsit talán patetikusabban fogalmazhatunk, tehát komolyan figyelmeztetnünk kell önmagunkat arra, hogy hatalmas érték, pótolhatatlan kincs, identitásunk legfőbb eleme a magyar nyelv. És az Anyanyelvápolók Szövetsége a Pesti Vigadóban a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával nagy gálaműsorral ünnepel minden esztendőben. Te is ott voltál, nem is egyszer már, és örültél. Olyan felemelő ott lenni. A Cédrus Tánc Együttes adja mindig a műsor gerincét, és általában határon túli gyerekeket hívunk, versmondókat, olyan kiemelkedő tudású gyerekeket, akik szinte ránk pirítanak olykor, hogy milyen gyönyörűen beszélnek magyarul, Sepsiszentgyörgyről, vagy Zentáról, vagy Kassáról érkezvén. Tehát ez az ünnep, ez egy kicsit minket is megerősít. Ez a szervezet, amit az előbb én is kicsit nehezebben ejtettem ki, Anyanyelvápolók Szövetsége, 31 esztendeje alakult, és maga köré gyűjti azokat a magyar tanárokat és civileket, diákokat és idős embereket, tehát minden korosztályból és minden társadalmi rétegből azokat, akik számára egy kicsit fontosabb a magyar nyelv használata, mint az átlag emberé. Ők eléggé pontosan tudják azt is, hogy aki kint él az elcsatolt területeken, sokkal mélyebben átérzi a magyar nyelv értékeit, és azt, hogy a magáinak érezze, mert naponta megküzd érte. Megküzd az iskoláért, az óvodáért, megküzd azért, hogy a kórházban a nagymama magyarul mondhassa el a betegségét az orvosnak, hogy a hivatalos teendőit magyarul
végezhesse, vagy akár a tudományban, hogy magyarul adhassa be a pályázatokat, ne csak az államnyelvben, vagy éppen az angol nyelven. Tehát egy olyan korszakát éljük a magyar nyelv használatának, amikor minket, itthon élőket, a szerencséseket, akik itt élhetünk az anyaországban is, arra figyelmeztet, hogy a nyelv kötelező mindenki számára, hogy a maga műveltsége szerint, de tisztán, becsületesen és durvaság nélkül használja. Mindenhonnan ömlik ránk az a fajta igénytelenség, amit nagyon nehéz levetkőzni. És tényleg visszaadom neked a szót, csak hadd idézzem azt a Lőrincze Lajost, aki amikor a nyelvművelésről kérdezték, és egy kicsit vitatták, hogy szükség van-e a nyelv csiszolására, védelmére, mert sokan azt állítják, nyelvészek is, hogy megél a maga lábán, nem fog tönkre menni. A nyelv mindig megtisztul, a nyelv mindig túlél minden korszakot. Mi azért úgy gondoljuk, hogy szükség van rá, és ahogy Lőrincze tanár úr mondta, az emberművelés ám az igazi nyelvművelés. Mert azzal a magatartás kultúrát is fejlesztjük. Az, ahogyan fogalmazol, ahogyan valakinek a szemébe nézel, ahogyan megszólítod, ahogyan átengeded a helyed a villamoson, ahogyan levelet írsz, még ha e-mailen is, az téged jellemez, a legbelső világodat árulja el, és ez bizony elég sok embernél meglehetősen szürke, meglehetősen lapos, meglehetősen igénytelen. Igen, élvezettel romboljuk mi ittben, egyrészt határainkon belül, mert megmerjük tenni, másrészt a gyorsaság, a rohanás, hogy egy levélben már nincs megszólítás, csak csá, olyan rövid szavak, hogy én sokszor nem értem, hogy mit írnak nekem, mert elvesztették, hogy is kéne mondani. Képzeld el, hogy például Széphalomban minden évben meghirdetik a Magyar Nyelv Múzeumában, Nyíri Péter az igazgatója, az Íri Levelet Kazincinak versenyt. És a gyerekek Kazincinak kézzel írott levelet küldenek olyan témában, amiben szeretnének, és a legjobbakat minden évben magával hozza Nyíri Péter a Pesti Vigadóba, és ott kapják meg a könyvjutalmakat. Tehát valóban ébren kell tartani, sőt fel kell kelteni a gyerekekben az írás iránti igényt, mert abban a pillanatban, ahogy szépen kell megfogalmaznunk valamit, rájövünk, hogy bizony szegényes a szókincsünk, hogy ezt a kifejezést már háromszor használtuk az előző 5 mondatban. Tehát a nevelés és a ráébresztés a nyelv használatának az örömére, talán ez a legfontosabb célunk. Én ennek nagyon-nagyon örülök, hogy van egy ilyen szövetség, az anyanyelvápolóké, de ugye mellette mennyi mindent említettél, akik társultak ehhez a szövetséghez, és ők is rendezik a maguk versenyeit, bemutatóit, úgyhogy én azt hiszem, hogy a Magyar Nyelv Napjának szenteljük meg azt az egy napot, és mindenki próbáljon meg otthon egy könyvet olvasni, egy megtanult verset elmondani. És bizony, ha nem lettek volna régen levelek költőink, íróinkról, nem tudnánk semmit. Bizony. Az ő leveleik maradtak meg, és ebből tudjuk, hogyan is éltek. Na most egy kicsit beszéljünk arról, hogy ez a 2020-as év, ez egy nagyon nehéz év. Itt a járvány, és annyi minden marad el. Hogy volt ez nálatok? Voltak-e rendezvények, amik nem lettek megtartva? Február közepén tarthattuk meg az egyetlen tavaszi versenyt Kárpátalján, Nagy-Dobronyban. Néhány héttel azután már sajnos elindult a vírus teljes erővel, és elmaradtak a hazai versenyek, nem csak az alapversenyek, de a döntők is. És így Győrben idén nem volt Kazinci verseny, pedig ez azt hiszem az 53. lett volna. Gondold el, hogy évtizedek óta minden esztendőben megrendezték a Kárpát-medencei anyanyelvi versenyt, Kazinci versenyt. Elmaradtak a magyar nyelv hetével kapcsolatos rendezvények is, hiszen tucatnyi előadást terveztek egy-egy megyében, a Tittel közösen dolgoztunk ezen, különböző magyar tanárok, színészek, művészek, előadók a nyelv különböző
gondjairól, vagy éppen múltjának valamelyik szeletéről. De hát elmaradtak a nyári táboraink is. Interneten ugyan lezajlott egy erdélyi tábor, de hát azért nem ugyanaz. A gyerekek körbeülték a maguk számítógépét otthon, de hát nagyon vágytunk Zsobokra, és nagyon vágytunk Kolozsvárra, és jó lett volna ott lenni, szép halomban. Tehát sokat nélkülöztük egymást. Az őszi versenyek közül egyedül Sátoraljaújhelyen sikerült megtartanunk az édesanyja nyelvünk nyelvhasználati versenyt. Ez egy nagyon izgalmas verseny, most persze sokkal kevesebb gyerek vett részt rajta, mert a határon túli gyerekek nem jöhettek. De itt egy-egy megadott témáról, szabadon választott témáról kell 3 perces beszédművet alkotni. Gondold el, 20 perces felkészülési idő után 3 percig önállóan kell egy megadott témáról előadást tartani, legyen annak bevezetése, legyen íve, legyen gondolata. Az egyik feladat például, ezt nagyon sok gyerek választotta, a digitális oktatás volt, hogy mik az előnyei, mik a hátrányai, hogyan élték meg, vagy az, hogyha egy lakatlan szigetre kellene költözniük, mit vinnének magukkal. Humor is volt benne, szép önvallomások is, tehát a gyerekek megnyilatkozásai, és még egy komoly nyelvtan írásbeli is. Ennek az egy versenynek örülhettünk. Október 16-18-án összejöttek a zsűritagok, jöttek a pedagógusok, a kísérő tanárok. Mindenki egy kicsit tartott attól, hogy ne legyen semmi baj, mert már ugye akkor elindult a második hullám a vírusnak, de nem betegedett meg senki, és Sátoraljaújhely városa ünnepelte a gyerekeket. A Latabár Színház egy tüneményesen gyönyörű színház Újhelyben, ott tartottuk a megnyitót, és a város polgármestere, mint minden évben, amikor ott vagyunk, személyesen köszöntött bennünket. Tehát nagyon fontos, hogy ez a 48. verseny volt megszakítás nélkül, hogy ez a város a sajátjának érzi ezt a versenyt, és a kulturális életét igenis átszövi az az anyanyelvi verseny folyam, ami 48 esztendeje ott zajlik. Kedves nézőink, engedjék meg, hogy én meg most gratuláljak meghívott vendégemnek, Juhász Juditnak, hiszen itt Sátoraljaújhelyen nem csak a gyerekeket látják szívesen, hanem elismerik azt is, ha valaki sokat tesz az anyanyelvért, és úgy tudom, hogy Pro Urbe díjat kaptál. Igen. Hát azt hiszem, köszönöm, hogy ez mindent elmond, egyrészt amit a városért tett ez az egész rendezvény sorozat, igen, valamint személy szerint az a munka, amit te évtizedek óta ebbe beletettél. Valóban nagyon-nagyon köszönöm a figyelmességed, és nem álszerénységből mondom, nagyon jól esett, nagyon-nagyon közelről érintett az a kedvesség, és mindez október 23-án a város nagyon szép ünnepségén történt, de valóban úgy van, hogy egy közösség épült föl a verseny köré, hogy évtizedek óta oda járnak felkészítő tanárok a gyerekeikkel, aztán már a gyerekeikből lett pedagógusok viszik tovább, és maguk is fölkészítik a gyerekeiket, akik pedagógusok lesznek. Tehát nem lehet a bensőséges, szeretetteljes kapcsolat nélkül, ami ehhez a versenyhez és egymáshoz fűzi a tanárokat, mert hiszen jól ismerjük egymást, és ennek a covidos, karanténos évnek az egyik nagy öröme volt, hogy mennyire kerestük egymást, hány telefon, hány messenger, hány levél, e-mail keringett a Kárpát-medencében, tehát hogy mindenki számon tartotta a másikat. Tehát itt egy olyan folyamatos létezésről van szó, ami tényleg át kell, hogy egy picit a hajszál erejével szője a magyar társadalmat és azt a kulturális életet is, amit megakaszt most a vírus, de ami nagyon erős és nagyon fontos. Én azt hiszem, hogy ebből kell erőt meríteni, meg például abból, hogy fantasztikus egyéniségek nyomában vagyunk. Tehát, hogy Kodály és Móri Zsigmond és Kosztolányi, vagy messzebbről, vagy korábbról nézve Kazinczy és társai olyan örökséget hagytak ránk, amit mi
a magunk is területén megpróbálunk folytatni. És például a jövőre nagyon fontos évfordulók lesznek, úgyhogy amikor most már tervezzük, hogy mire is készüljünk, milyen külön programokat építgessünk, akkor arra is gondolunk, hogy Petőfi jövőre lesz 200 éves. Kiskörösön egy emlékbizottság alakult, amelyben engem is fölkértek, nagy megtiszteltetés, tehát Petőfi velünk lesz a jövő esztendőben, majd Németh László az egyik nagyszerű, és azt hiszem te is rábólintasz, hogy a legkedvesebb íróink egyike, 120 éve született. Pilinszky János 100 éves lesz jövőre. Tehát, nagy év lesz őket, ez a jövőre. Hozzuk őket újra egy kicsit közelebb, mert bizony van, akiről alig-alig tesz említést a sajtó, vagy keveset játsszák a színházakban, vagy például Romhányi József 100 esztendős lesz. És ez a csodálatos rímfaragó, a költői bravúroknak a teremtője, úgy került a látókörünkbe, hogy az egyik új felvételeztőnk, aki belépett az Anyanyelvápolók Szövetségébe, ő írt, hogy hát nem fogunk valahogyan megemlékezni Romhányi Józsefről. Micsoda nagy ember. Ő aztán igazán ismerte a magyar nyelvet, ráadásul még, humorral. Humorral is. Úgyhogy meghirdetünk néhány napon belül, ezt tulajdonképpen itt most jelentjük be, egy olyan versíró versenyt, amelynek a legjobbjait, illetve nem is csak a legjobbjait. A honlapunkon, az anyanyelvápoló.hu honlapon minden versenyző megjelenhet, és a közönséget kérjük majd, hogy szavazzon a legjobbakról. Tehát nem lesz külön zsűri, mindenki zsűritag, aki föl lapozza az oldalatokat, az oldalunkat. És ez egy nagy nyilvánosság. És ez egy egyre nagyobb nyilvánosság szerencsére, és a legjobb szereplőket pedig majd az édesanyja nyelvünk folyóiratban is szerepeltetjük, küldjük majd a könyvcsomagokat, és jó kedvünk lesz. Így van. Jó, hogy említetted, mert én is akartam mondani, hogy azért ebben a digitális világban is vannak még kézbefogható, gyönyörű kiadványok és nagyon értékes kiadványok. Ez az Anyanyelvápolók Szövetségének a folyóirata, és ha hiszik, ha nem, ez számomra valami olyan boldogság, amikor jön a postás és bedobja. És akkor azt mondom, hogy Istenem, hát én is megkapom, és ha elmondom, hogy tulajdonképpen erre mindenki jogosult, aki az Anyanyelvápolók Szövetségének tagja, akkor nem is értem, hogy miért nem az egész ország tartozik oda, hiszen bárki jelentkezhet. Egyre többen jelentkeztek most, ez az évünk ebből a szempontból is azért örömteli volt, és van egy olyan rovatunk, amelyben azt kérdezzük az új belépőtől, hogy mit tudott eddig rólunk, és mit vár tőlünk, miért lépett be közénk. És komolyan olyan nagyszerű bemutatkozások, és olyan nagyon jó találkozások sejlenek emögött a néhány, egyelőre csak néhány bemutatkozás mögött. Úgyhogy talán elhoztam neked a Lyukasóra a legfrissebb számát. Én amelyik is az éppen, egyik. Éppen ma köpte. Tudom, hogy te is nagyon szereted. Legismertebb és legjobb. Ebben aztán irodalom és ismeretterjesztés a legmagasabb szinten. Tényleg emlékezünk ezzel Gyurkovics Tiborra is, ugye, és Szakonyi Károlyra, aki itt van közöttünk szerencsére, és aki most az utóbbi napok gyönyörű híre az, hogy ő is a Nemzetművésze cím birtokosa lett. Sajnos a díjátadó ünnepség is elmaradt, de majd megtartja az akadémia tavasszal valamikor. Sok dolga lesz az akadémiának tavasszal. Így van. Egyébként Szakonyi Károly a Kazinczy díj alapítvány Pécsi Blanka emlékére kuratóriumának az elnöke sok évtizede, az egyik legfontosabb ember a mi szövetségünkben, és nagyon fontos, hogy ő 80-on túl is ilyen szeretettel jön velünk zsűrizni, vesz részt az üléseinken, szavaz, és jókat anekdotázik is, úgyhogy ő egy kicsit mindig az örömet is hozza, amikor találkozunk. Hát Isten éltesse sokáig, és bírja a munkát, úgyhogy én azt hiszem, hogy nagyon szeretem egyébként a Lyukasórát, ez most nem komoly, csak nem tudom kihagyni, főleg azt a számot, amiben rólam írnak. Így van. De ezt minden színész így szokta mondani. Csak is, természetesen.
Tehát akkor azért mondjuk el, hogy hogy lehet jelentkezni a Romhányi versíró versenyre? A honlapunk tehát anyanyelvápoló.hu. Ezen a honlapon mindent megtalálnak, körülbelül egy hét múlva már indítjuk a versenyt. És bárki jelentkezhet. Bárki nézőink jelentkezhet. Közül, aki úgy érzi, hogy ő most papírra vette jó egy költeményt. Jó kis rímes játékot küldjön, és föltesszük a honlapra. A többiek pedig, akik olvassák, majd szavaznak, melyik tetszik a legjobban. Hát igen, Romhánynak talán egyik legismertebb verse a Teve fohásza. Monoton üget a sivatag lova, a tétova, teve tova. Vagy ugorjunk mindjárt a végére, amit talán mindenki ismer, s ezzel eme teve, lelkét kivilevel hevel teve. Én is előkeresem majd a verseit, és egyik másik unokám biztos boldogan meg is hallgatja, hiszen jókat lehet kuncogni, és páratlan az a találékonysága, hogyan ő a legkülönösebb pillanatokban húz elő egy nagyszerű rímet. Tényleg örülök neki, hogyha visszhangja lesz, ugyanis tavasszal már volt egy sikeres vállalkozásunk, most jut eszembe, amikor a Magyar Rádió meghirdette a karanténversek írását, talán emlékszel rá. Igen. És valami 5000 verselő jelentkezett, jobbnál jobb versekkel, a profik is, és az amatőrök is, és nagy örömünkre mi is csatlakoztunk, és adtunk külön díjat, és egy erdélyi kislány, és két hazai nagyon-nagyon jó szereplőt jutalmazhattunk, sőt, Fogarasi Attila költőt még magunk közé is fogadtuk, mert jött és belépett ő is a szövetségbe. Tehát gyarapodunk, és talán sikerül derűsen, és az ügyhöz méltó tisztelettel foglalkoznunk azzal, amit ránk hagytak az elődök. És várunk valóban mindenkit, akit érdekel az anyanyelv tudatos használata. Nem csak úgy bele a világba, hanem valami többet akar, kicsit nemesebbet, egy kicsit emelkedettebbet, egy kicsit tartalmasabbat, és hogy ő is hagyjon egy kis nyomot maga után a környezetében, mert mindenki lehet az anyanyelvápolók szövetségének a tagja, még akkor is, ha nem lép be, de hogy a maga életében, a maga közösségében fölmutat valamit abból, ami nekünk olyan fontos, akkor ő már megtette a magáét.